csak akartam. Nem van, basszus. Akkor csak akartam. Az Igyenc Kredenc egy bevásárlóközösség, ami idén januárban indult. A bevásárlóközösségünk lényege, hogy a termelőket össze tudjuk kötni a vevőkkel, úgy, hogy kihagyjuk a kereskedőket, és személyessé tesszük ezáltal ezt a piacteret. Egy csurgó dombidió. Ilyen is jön? Hoztak a csurgó dombiak diót? Igen. Csurgó dombinak van, mi más is? Nem, neki csak a dió. Amikor én ide kiköltöztem, csodálkoztam, hogy jé, itt semmi nem történik. Tehát, hogy így bemennek Pestre az emberek dolgozni, majd hazajönnek, alszanak, és újra bemennek. És azt gondoltam, hogy tök jó lenne, ha barátságos lenne a közvetlen lakókörnyezetem. Nagyon nehéz szerintem egy ilyen településen, mint mondjuk Érd Parkváros, embereket bármire megmozdítani. Mert hiszen mindenki él a kis saját burkában, én is 10 éven keresztül. És ez egy olyan eszköz, amivel ezen esetleg tudunk egy rést vágni. És egy paleó sajtos húr. És kereken 10 000 forint. Tehát nem tudom, hogy rendeltél. Ez így most az elején, amikor január közepe felé indultunk, akkor embertelen sok időt töltöttem, helyi emberekkel beszélgettem, mert nyilván az a célunk, hogy amit csak lehet, érdi termelővel oldjunk meg. Ezek mind vegyszermentes palánták, ezt most kezdjük, most ez a második éve, hogy ezzel foglalkozunk, előtte csak magunknak ültettünk, és hát elvitték tavaly a palántákat, és kérték, hogy ültessünk idén is, úgyhogy idén többet ültettünk, és akkor most így visszük máshova is, piacra, meg ilyenek. 2 éve csinálok szappanokat, passzióból, nyugdíj mellett. Utóbbi években alakult ki számunkra, hogy a tudatos vásárlói csoportoknak, tudatos vásárlói rétegnek termeljünk többnyire. Ha egy-egy új termelő kerül be a bűvkörünkbe, akkor szoktunk kóstolót tartani. És akkor már is van valami olyan személyes kapcsolat, hogy nem egy Excel tábla az, amiből választani kell. Nekem az valahogy olyan személyesebb, hogy tudom, hogy kinek fizetek, tudom, hogy ki az, aki azt készíti. Nem mi szeretnénk azt irányítani, hogy kinek a terméke az, ami bekerül, hanem tényleg a vevők igénye az, ami alakítja a kínálatunkat. A Cuki néni azt gondolta, hogy ad Alcsiba új sárgarépet, meg új fehérrépet a zöld borsóhoz. Úgyhogy most mindenki kap, mert az nem volt a listában, és jövő héttől már lesznek új. Van egy Facebook csoportunk, ott most már olyan 200 fölötti csoport létszám van. Az nagyjából olyan 45-50 ember lehet. Én nem szeretek multiba járni, utálok vásárolni. A minőség meghatározó, mert van olyan, ami például drágább, olyat is találtam már, de én inkább szívesebben megveszem ezt, azért, mert finom, és azért, mert tudom, hogy készül. Én környezetmérnök vagyok, tehát én azért is kezdtem a vegyszermentes palántákkal, meg vegyszermentes ételekkel foglalkozni, mert megtanultuk, hogy milyen hatása van annak, ami nem ilyen. Szeretnék a gyerekeimnek olyan ételt adni az asztalra, ami ehető és egészséges. Nem a pénzbeli haszon az, ami miatt ezt csináljuk, hanem valóban a közösség, aminek a hosszú távú hasznai még előttünk vannak.